Sokan még csak érdeklődnek, és kevés a vásárló, mondják a búzatéri fenyőfárusok. Az igazi rohamra az utolsó napokban számítanak, főleg az egyedi áras Norman fenyők népszerűek. Áruk is kedvezőbb, mint tavaly, lucból azonban sokkal kevesebb van, mint az előző években, már a termelőknek sem éri megárulni. Ráadásul egyre drágábbak, emiatt kiszorulnak a piacról. A műfenyő viszont egyre népszerűbb a vásárlók körében. Már megjelentek a fenyőfárusok a búzatéri piacon is. Vásárlók még alig vannak, pedig ilyenkor jó válogatni. Nem, elsősorban nem az árát nézem, hanem inkább olyat, ami nem hullik a meleg lakásból. Rohamra inkább az utolsó héten számítanak az árusok. Egyelőre kevés a fa, lucfenyőt nem is találtunk. Nem nagyon látni, mert végül is nem olyan az ára. Pedig, hogyha valaki meg termel, az megint majdnem olyan árba adná, mint a dán normand, mint a magyar normandot. Úgyhogy nem nagyon éri meg termelni. Idén a lucfenyőt méterenként 3000-től árulják, ezüstfenyőt 4-5000 forint között, míg a normand fenyőt 6000 forintért lehet megvásárolni. Ez utóbbi a tavalyihoz képest 10-12%-kal olcsóbb. Fa az egy kimondottan bemutató jelleggel elkészített minőségi műfenyő. A vágott fenyőt leginkább az illatáért kedvelik, míg a műfenyőt azért, mert szabályos és jól díszíthető. Ráadásul kevesebb takarítást igényel, és kevésbé tűzveszélyes, mint a vágott fa. Sokan emiatt döntenek inkább a műfenyő mellett. Élő fenyőfát jobban szeretem, mint a műfenyőt, de most kicsi lakásban lakok, úgyhogy egy műfenyőt vettem tavaly, és akkor az lesz az idén is. Meg fenyőágat, hogy azért az illat meglegyen. Egyébként a hosszú tűlevelűt az szeretem, mert az nem pereg. Áruk ugyan borsosabb, cserébe viszont nem pereg, és sok karácsonyon keresztül lehet az ünnep dísze. A kis és nagy kereskedések 1000 forinttól, akár több százezer forintig is árulnak műfenyőt. Nagyon-nagyon sok pozitívum szól a műfenyő mellett. Egyrészt nem vágjuk ki fölöslegesen a fákat, és nem kerül akár már karácsony napján fölöslegessé vált fenyők a szemétre, hanem előre tudunk gondolkodni hosszabb távon, minőségi műfenyőt tudjuk pozícionálni a méretét. Idén egyébként a legdrágábbak a külföldről származó úgynevezett 3D gumiságú zöld műfenyők, amiket mindenki kedvére díszíthet. Púderszínű gömbökkel és girlandokkal, játékautókkal, manókkal és különböző LED és világító figurákkal. Ezekből is óriási a választék a boltok polcain.